Az eseményen az Újvidéki Színház művészei léptek színpadra, a világot jelentő deszkákon Ladik Katalin szövegét keltették életre Puskás Zoltán rendezésében. Mindenféleképp megéri csinálni, még akkor is, hogyha nem egy forgószínpados, nagy kosztümös előadás, mert szerintem az energiák fontosak, és itt jó energiák mozogtak. Ez nem egy konkrét előadás, inkább kísérleti produkció. A színházi, a politikai és az emberi helyzeteket taglalja Puskás szerint. Üzenete az a fajta finom optimizmus, ami már ritkán jellemző ránk. Az, hogy itt lehettünk, nekem az nagy megtiszteltetés, hogy ahogy a Kosztolányi Színház színpadán ezt az előadást megmutathattuk az ünnepség sorozat elején, a szülinapján, ugye, a szülinapon, és ez nekem ez nagyon-nagyon jól esik a Kosztolányi Színház részéről. Fennállásának 22. évfordulóját ünnepelte a Kosztolányi Dezső Színház. A születésnap természetesen nem múlhatott el torta nélkül. A vendégeknek az intézmény igazgatója szelte az édességet. Kezdetek kezdetén ugye a színház, a Kosztolányi a Népszínházon belül működött. Későbbiekben ott volt egy irodája a színháznak, szinte annyi volt, havi egy alkalommal tudott játszani. Nyilván itt azok az igazgatók is sokat hozzájárultak, hogy ez a színház megmaradjon és kialakuljon egy sajátos profilja, itt gondolok a Szoboda Tiborra vagy a Péter Ferencre. Fontos ember ennek a színháznak a megalakulásánál a Kovács Figyes is mindenképpen. Tehát mindenki a maga módján építette ezt a színházat, illetve rombolta a maga módján. A színháznak 2006 óta van önálló társulata. Ezt követően költözött mostani helyére az egykori Lifka Sándor Ártmoziba. A Kosztolányi Dezső Színház ma már önálló és szuverén, sajátos arculatú színház.